A Biblia egyértelműen a legek A világon a legtöbbször és a legtöbb nyelvre lefordított, a legtöbb kiadást és a legnagyobb példányszámot megért könyv. A Fehér Gyarmati Városi Művelődési Házban nyílt Biblia kiállítás anyaga a magyar fordításokra fókuszál. Ami igazán érdekesség a kiállításnak, 1870-ből egy klasszikus aranybiblia, aminek a szélei eredeti 24 kanátos aranyal vannak bevonva kiállítás részét képezik eredeti 1760-as, 70-es évi bibliák, illetve érdekességeket tudhatunk meg a török által megszállt Nagyvárad, Nagyváradi bibliáról is. Beszélgethetünk majd később a Káldi Bibliáról, illetve néhány mai Bibliát is be fogok mutatni azoknak, akik érdeklődnek a kiállítás iránt. A kiállított bibliáknak 90 a magánkézben van. A tárlat egyik értékes anyaga az 1870-es klasszikus aranybiblia, aminek különlegessége, hogy 24 karátos aranyjal van bevonva, hiszen 1950-ig a könyveket még eredeti aranyjal vonták be. Az ugyancsak felmérhetetlen eszmei értékkel bíró 1760-as, 70-es eredeti Károli bibliák is a kiállított szentírások között voltak. Úgy gondoltam, hogy fehér gyarmat ér annyit, hogy egy ilyen kiállítást kapjon, be tekintsen a különböző korok bibliáiba, akár belelapozzon. Nem utolsó sorban minden nap van egy eladássorozat is, ugyanitt a Műházban, és összekötöttük az eladássorozatot a, a kiállításra, oda is várunk mindenkit. A tárlatot segítette még egy budapesti gyülekezet is, hiszen a tárolókat onnat kaptuk és ez mind ingyen bérmentve van a mi kezünkben, ingyen bérmentve kaptuk meg a bibliákat, illetve a tárolókat is, illetve ugyanúgy ingyen bérmentve vannak ajándékkönyveink is, amiket el lehet majd innet vinni. A biblia kiállítást Fehérgyarmat után a tervek szerint a közeljövőben Máté Szalkán is nyírmegyesen láthatják majd a különlegességek iránt érdeklődők.